A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 23-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban színházi előadással, kiállítással, könyvbemutatóval, koncerttel és egy beszélgetés sorozatról készült beszámolóval várom Önöket. Tartsanak velünk! Ősbemutatóra készült a Vörösmarty Színház, Horváth Csaba rendezésébe került színre Tóth Benedek Jeruzsálemi király című drámája, amely II. András uralkodásának történetét mutatta be. Folytatható ez a hőség! Olvasd föl, amit éjjel írtál, Anonymous! Próbáltam az igazságnak a rendezni felség, de nem vagyok elégedett. Sokat 1222-ben járunk, pápai követek és bosszúszomjas német lovagok, muszlim sókereskedők, zsidó vámszedők, udvari kuruzslók, ősmagyar nagyurak, szerelmes lányok és még szerelmesebb ifjak, történelemhamisításban járatos grafomániás krónikások és egyéb kétes alakok karneváli kavalkádját élhetjük meg Tóth Benedek drámájának ősbemutatóján, Horváth Csaba rendezésében, a Szentföldi hadjárat előtt, közben és utána az Aranybulla megszületéséig. Nagy kihívás volt megrendezni, és nagy izgalom kísérte ezt a munkafolyamatot. Hozzá kell tegyem, hogy éltünk azzal a lehetőséggel, hogy mivel egy kortárs íróról van szó, aki folyamatosan a rendelkezésünkre áll, így tulajdonképpen ez egy közös munka volt, tehát egy dramaturgiailag is egy közös nagy munka volt, számtalan megoldással, megoldások elvetésével, ötlettel, hogy tudunk minél inkább egy olyan drámát írni, illetve egy olyan drámát megfogalmazni a színpadon, ahol az embert és leginkább az embert, tehát az uralkodói pozíció mögött lévő embert mutatjuk meg. Meg kell hoznunk ezt az áldozatot! Nem veszíthetjük el Bizáncot, mint fontos szövetséges! Felségem, így gondoljuk, akkor itt végtelhetem a karácsot. Nem sok köze van a valósághoz. Játszmázás, látszat, pótcselekvés. Látszólag semmi köze a valódi eseményekhez, mégis megtesszük, amit előír. Most például halálba küldök egy rakás bátor katonát. Ez az emberi civilizáció sajátossága, felség. Kár ezen túl sokat rágunk. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy jól döntöttem-e. Ha engem kérdez, felség, akkor igen. A darab új szemszögből láttatja az Aranybulla uralkodójának történetét, kiemelten a Szentföldi hadjárat misszióját és II. András hiteles viszonyát környezetéhez, illetve hitveséhez, Jolántához. A közönség egy ízig-vérig 21. századi szemléletmóddal, a szereplőkkel közösen értelmezheti II. András uralkodásának történetének drámai kulcspillanatait. Bízom benne, hogy a közönség fog tudni a különböző emberi, hétköznapi érzelmekkel menni, aminek a fókusz az erőteljesebb ebben a darabban, és ebben az előadásban. Erre törekedtünk, és a Horváth Csaba rendező is ezt kérte tőlünk végig, hogy az embert mutassunk, és embert ábrázoljunk, és az emberi gyarlóságok, szeretetek, szerelmek, hétköznapiságok, azokat lássuk ezeken az embereken, mert azáltal fog tudni azonosulni a néző is azokkal a történelmi változásokkal, amik mellesleg a háttérben meghúzódnak, és különböző érzelmekből megfogalmazódnak, és hát az András személyén keresztül pedig egy
egy sokkal a szellemen átmosott érzelmekből fakadó döntések következnek utáni, ami őt szerintem, vagy legalábbis ebben az előadásban mindenképpen, aztán, hogy ennek mekkora történelmi hűsége van, az abban azért benne van egy írói és alkotói szabadság is, de minden esetre itt az aranybullában megmutatott, illetve megfogalmazott gondolatok, azok olyan szinten modernnek hatnak bizonyos változatai még ma is, hogy azért azt sugallja nekünk is, így talán így a 21. századra, hogy egy komoly gondolkodó volt, és felül tudott kerekedni az érzelmein, és nem dűből fogalmazott meg mindent, hanem előbb átmosta a szellemen. Zúgolódnak, de ő homokba dugja a fejét. Nem nézik jó szemmel, hogy az ön távolétében az érsek nem az ország érdekeit tartja szem előtt, hanem inkább a pápát képviseli. Rá kellett volna bíznom az országot. Milyen hülye voltam. Nem. Nem bölcsen döntött. Nem. De. Nem. Jó, mindegy. János érsek hűsége vitathatatlan, még ha a kenyéradója a pápa kegyeit is keresi. De hát azt nem tudhattuk előre, hogy egy ország irányítása túl nagy teher lesz számára. Kinek ne lenne az? És mit gondolsz? Le tudjuk még csillapítani a hőzöngőket? A kulcsszereplők zöme, az uralkodó és hitvese, Jolánta királyné, a tragikus halált halt bizánci császár lánya is olyan drámai történésekkel dúsított jellemfejlődésen megy keresztül, amely egy új megközelítéssel mutatja meg a kor történetét, az uralkodóház, a nemesség, a katonaság és az egyház egymáshoz való viszonyát. Jolántáról nem sokat tudunk a történelem, tehát nem sokat tudunk meg róla. Nagyon próbáltam utánolvasni, hogy ki volt ő. És ő volt második András második felesége, egyetlen egy lányuk született, Jolánta, ő is Jolántának hívták, és nagyon nehezen lehetett megfogni, hogy ki is ő valójában, és hogy ezt a jellemfejlődést megfelelően tudjam ábrázolni, hiszen mivel nem sok mindent tudunk róla, így Csaba szabad kezet adott nekem abba, hogy ezt a jellemfejlődést a 18 éves fiatal lányból egy királynővé érés folyamatát azt ebben a kevés jelenetben, ebben a színdarabban meg tudjam mutatni. Én azt gondolom, hogy sikerült, bár a külsőm nem változik, tehát jelmezben és frizurában nem változik a karakter, de azt gondolom, hogy a játékommal megpróbálom megmutatni, hogy egy fiatal lányból hogy lesz aztán egy királyné, aki 30 évig társa marad második Andrásnak és együtt uralkodnak. A darab a magyar történelem viharos időszakát felidézve az aranybulla kihirdetésével Székesfehérváron ér véget, új adalékokkal, egyéni látásmóddal gazdagítva a kortövező szemléletmódot. A nemzetközileg is ismert és elismert díszlet és jelmez tervező Erkel László Kentaur volt a Közösségi és Kulturális Központ vendége. A kiállítás vendégei Kentaur moderálásával megcsodálhatták a művész különleges munkáit. Sári Évi és Egyházi Géza musical slágereivel kezdődött a Jászai Mari díjas érdemes művész, festőművész, grafikus, rockzenész, díszlet és jelmeztervező, a Magyar Nemzeti Operát megteremtő Erkel Ferenc leszármazottja Erkel László Kentaur alkotásaiból nyílt kiállítás pénteken a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fürdősori épületében. Én festőművész vagyok, aki egyszerűen egy vászon előtt álltam 25 éves koromig, és festegettem, illetve hát mellette zenéltem ugyan, és színpadon álltam, és ez valami örömet okozott, de mint alkotó nekem kevés volt az, hogy egy festővászon mondjuk is. Nagyon szerettem mindig a társaságot, a barátokat, a közösséget, és ezért kerültem a színházba a 90-es évek elején, és hála az Istennek, hogy oda kerültem, mert ez adott értelmet az életemnek, és amiket itt láttok, azok egyébként elsősorban a 21. századi termékek, de hát már a 20. század óta, tehát 1990-es évek óta én elég sokat dolgozom. És én azt gondolom, hogy ez a zenei színház az egy fantasztikus terep mindenkinek. Nagyon ajánlom, hogy mindegyik fajtájában az operettől, az operán át, a könnyű zenéig, a könnyű műzikelekig, a könnyű zenés darabokig érdemes belevágni, mert ez lesz a jövő. Ez lesz.
a jövő, hogy ilyen komplex művek fognak születni, most már látjuk ugye a televízióban is, hogy a sorozatokat egyszer csak elkezdenek énekelni színészek, ott is, ahol egyáltalán nem szoktak énekelni színészek, még drámában is elkezdenek énekelni színészek. Musical filmek vannak, tehát az emberek igénylik azt, hogy zene legyen a történések mögött, és hogy a művészek minél komplexebb és minél összetettebb figurákat tudjanak megformálni. Kenta úr köszöntőjében visszatekintett pályájára, amely egy emberöltönyi távlatból is egyedi, polihisztor művészként egyedi látványvilágot teremtett valamennyi általa képviselt művészeti ágban, és most a fehérváriak is megcsodálhatták munkáit. Mindenkinek ajánlom egyébként, hogy a még csak bevezetőül, hogy a még pluszban, hogy a kis monitorokon, amiről beszéltem, ugye, hogy egy előadás mennyi képből áll, hogy mennyi minden történik. Érdemes egy 5 percet rászánni, és megnézni, hogy az a kép, ami ott most díszletben van, tehát a színházi portálokban van, azok mennyiféleképpen változnak meg, addig még ez az egy kép van, és utána történik egy másik kép, ugye a vámpírok bája az kifejezetten olyan, mint egy mozi, de még a Shakespeare-ióma és Júliáját is úgy próbáltuk feldolgozni, mint hogy egy filmet megpróbáltuk adaptálni a színpadra. És ez minden egyes itt kiállított műre érvényes, úgyhogy én ezek szerint is válogattam össze egyébként ezeket a kiállítandó darabokat. A másik teremben pedig két opera jelmezei vannak kitéve, már csak azért is, mert nagyon szerettem ezt a két operát, az egyik az útnagyapám által írt István király, nem tévesztendő össze a István a királya, hanem ez egy 1800-as évek végén íródott mű, amely Erkel Ferenc tollából is, pontosabban Kottájáról olvasandó, illetve a nyomorultaknak van ott a díszlet makettje, ami egy eléggé grandiózus produkció volt, a Szegedi Szabadtéri színpadon kezdett, és onnan beszuszakoltuk a Szegedi Szabadtérnél háromszor kisebb Madár Színházba, ahol most is nagy sikerrel még több százalék előadást, és hiszem, és elég komoly szerepet játszott ebben, hogy ez ideig eljutott. Ez egy fantasztikus mű, de hát itt minden mű, ugye a Vámpírok bája és a Vivi Rakjúban mind a ketten ők szerepelnek, mindegyik egy, én úgy gondolom, egy nagyon izgalmas darab, és most az egyikből fogunk hallani egy fantasztikus étdalt. Ugye, a Vivi Rakjú az a Queennek a dalaira épülő színpadi mű, mi nagyon szeretjük, itt van egy pár kiállított jelmez. Kenta úr a 90-es években dolgozott az összes jelentősebb magyar és közép-európai prózai színháznak, készített munkákat olyan musicalekhez, mint a West Side Story, az Operaház fantomja, a Vámpírok bája, a Sakk, mint ahogy a Mester és Margarita, a Traviata és a Pillangók is asszonyoperák díszletei, jelmezei is az ő kreativitását tükrözik. A már vártalak könyvklub vendége volt Grecso Krisztián. A kiváló kortárs író a Lányos apa című új kötetét mutatta be az irodalom kedvelő közönségnek. A már vártalak könyvklubban mutatták be Grecso Krisztián Lányos apa című új kötetét. A kötetben a nagy érdeklődéssel várt kitárulkozást, bensőséges hangulatú helyzetelemzést olvashatunk az írótól, amelyben érzéseket fogalmaz meg, s az árnyalt gondolatok sorában ott áll egy férfi, egy apa, akinek vannak történetei, és elgondolkodik nem csak magáról, de sok minden másról is. Amit pedig leltárba vesz, az sokunk számára ismerős élethelyzeteket jelent. A Lányos apa című kötetről van szó, és valóban az a helyzet, hogy amikor fölkértek a Nőklapjától, hogy csináljam ezt a sorozatot, melyben beszámolok örömeimről, szorongásaimról, bánatról, mindaz, ami történik velünk, az a metamorfózis, ami az emberben létrejön, ahogy kimozdul abból a pozícióból, amiben addig volt, akkor bevallom őszintén, így el sem tudom képzelni, miről lehet majd élni minden második héten. Miről lehet úgy írni, hogy én nem feltétlenül arra gondoltam, sőt, hogy ne a gyereket kiadni, tehát nem gyerekpletykákat, hanem arról gondolkodni, hogy a lélekben mi zajlik. És ugye az első dolog, ami ugye nagyon meglepett engem, az, hogy mennyire kevéssé tudatosak az emberek, mennyire kevéssé készülnek erre a dologra, mennyire kevéssé tudják, hogy a házasságnak micsoda vizsgálja a gyerekvállalás, hogy mennyi minden kapu, tárna fölnyílik, amiről maguk se tudtak, hogy az önismeretnek egy olyan vizsgája, ami,
ami nem föltétlenül a gyerekhez kapcsolódik, hanem ahhoz a szerephez, hogy én, mint szülő, hogyan változom meg, milyen a személyiségem, hogyan mozdul el egyik pontról a másikra, és szeretem azt az embert, amilyenné lettem ezáltal. Az apám rutinjaival, annak az apjának a rutinjaival, mindenki, aki itt ez a láncolatban ott van bennem. Úgyhogy ugye ezek a nagy vizsgák, amikre szerintem kevesen készülnek tudatosan. Azon túl nagyon megváltozott a gyerekek pozíciója, nagyon megváltozott a szülői helyzet. Itt él mellettünk a régi modell, és jött egy új modell, ahol az apának nem kötelező ezt a modellt, mindenki úgy rontja el, ahogy tudja, és úgy próbál felszínen maradni, ahogy tud. Én úgy próbálom elrontani, hogyha már ennél maradok, hogy amilyen én magam vagyok, vagyis hogy jelen lenni a gyerek életében. Tehát az én feladatom nem az, hogy én valami megközelíthetetlen szikla legyek, aki pénzt termel, szigorú, és ezáltal mondjuk a tekintély alapköve. Az a modell, ami ezt követi, az a semmi baj nincsen, az adott korban az jött ki az emberekből. Tehát én nem elítélően mondom, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy amikor édesanyám férje azt mondta, hogy de így nem lesz tekintélyed a gyerek előtt, akkor azt be kell vallani, valóban nincs. Tehát ki tudja, hogy melyik modell működik és melyik nem. Nagyon megváltozott körülöttünk is az élet. És a gyereknevelés mondjuk 20 éve még egy közösségi feladat volt. Az utcán, ha egy gyerek rosszalkodott, egy felnőtt rászólt, és azt mondta, édesfiam, hát te mit művelsz? Ma manapság ez elképzelhetetlen. Tehát, hogy teljesen más helyzetek. Ilyesmiket gondolok végig, de a lányos apa az azért nem egy kézikönyv. Az egy szép irodalmi munka. Az első ciklusban olyan tárcákkal, amelyek a múltról, nagyszülőkről szólnak, a második már a nyitás, és a harmadik pedig nevelődési helyzetek, mesterek gyűjteménye. Bizony mondom, hogy mi magunk is megéljük ezt, függetlenül attól, hogy lányos vagy fiús apák vagyunk. Ezt valahogy Somjó úgy fogalmazta meg, hogy kitekintünk, hogy amikor megkérdezte, hogy tudod, kik a boldogtalanok, akik kétségbe esetben mímelik azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Tehát mi is leginkább irigykedünk azokra, akik úgy nevelik a gyermekeiket, hogy tulajdonképpen kifelé makulátlanok. De mi mindent kell tennünk ahhoz, hogy ez megváltozik? Van erre egyáltalán lehetőség? Hát ugye szerintem a gyereknevelés, hogy a gyereknevelés így lóverseny lett, és ahogy önfogalmaz, makulátlansági verseny, annak a sajnos a közösségi médiumoknak borzasztó nagy bűne van. Tehát azt demonstrálni örökké, hogy valaki tökéletes és boldog, az nagyon fárasztó lehet, bevallom, biztosan nagy erőket kell ehhez ügyben mozgatni, és rendkívül sok szorongást okoz azokban, akik nem tökéletesek, akik sok hibát vétenek, akik úgy érzik, hogy nekik küzdelmes dolog a gyereknevelés, nem mindig találják a hangot, elrontják. Én azokhoz szólok, és a lányos apa szerintem azokhoz szól, akik meg se fogalmazzák azt, hogy ezt a makulátlanságot szeretnék magukról sugározni. Mert tudják, hogy nem lehet. Sugározni talán lehet, de akkor az hazugság. És ezt a fajta tökéletesség mítoszt, ezt én bevallom őszintén, nem csak, hogy nem szeretem, hanem mélyen kártékonynak gondolom. Mert a gyereknevelés nem lóverseny. Nem lóverseny, hanem, amit mondtam, eleve közösségi feladat volt, eleve egy olyan normarendszer sugárzása, ami a közösségi feladat nem azt jelenti, hogy azt szeretném, hogy más nevelje a gyerekemet, hanem azt gondolom, hogy a felnőttek felelősség az olyan, mint egy szociális háló. Ha egy gyerek veszélyben van az utcán, akkor rászólok. Megpróbálom fegyelmezni, megmenteni. Ez ma ugye nagyon nehéz ügy. De nem arról szól, hogy én okoskodni szeretnék, vagy hogy, hanem hogy közösen gondoljuk azt, hogy a jövőnket egy ilyen hálóval szeretnénk megvédeni. Na most ezt a hálót egészen picire vagdalja ez a tökéletesség mítosz. És kevés olyan területe van az életnek, ahol ilyen mély károkat okozott ez a maga mutogatás, mint a gyereknevelés. A férfiaknak mostanság nincsenek történeteik. Kikoptak, mintha nem is lettek volna sosem. Ezt nem féltékenységből mondom, nem azért, mert ma a nők értik a világot.
Attól a férfiak még elgondolkodhatnának magukról, leltározhatnának néha, mi van velük, merre tartanak. De ahogy én látom, a többség csak sodródik, úgy jó, ahogy sikerül, ahogy a sors, az Isten, a főnök vagy a feleség akarta. Ahova esett, ott is marad, mondja az író. Gondolatébresztő szavak. Szabó Adrián és Szabó Balázs voltak az Aranybulla könyvtár vendégei. A népszerű zenetanár testvérpár Bokros Judit Aranyat érő beszélgetés című műsorában vallottak pályájukról. Folytatódott az Aranybulla könyvtár Aranyat érő beszélgetések kulturális programsorozata. A találkozón Bokros Judit Pennarégia díjas újságíró a műsor házigazdájának vendégeként egy ismert és sokak által elismert és kedvelt székesfehérvári testvérpár, Szabó Adrián és Szabó Balázs életútjának legfontosabb mozzanatait ismerhették meg az érdeklődők. Mindketten tanítanak Székesfehérváron a Herman László zeneiskolában, illetve Győrön, Győrben az egyetemen is, és annyira gazdag a zenei pályájuk, nagyon sok fele ágazó tevékenységet folytatnak, de hát mind a zenével kapcsolatos, hogy ez engem nagyon érdekelt és megfogott, illetve ismerem őket jó ideje, jó kapcsolat van közöttünk, úgyhogy úgy gondoltam, hogy szívesen beszélgetnék velük, ők pedig szívesen eljöttek, és azt gondolom, hogy sokan kíváncsiak rájuk. Szabó Balázs az idősebb fivér zenetanárként és zenetörténészként városunk zenei életének meghatározó személyisége. A Kóta díjas egyetemi docens, aki nem mellesleg a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, tudományos és oktató munkája mellett 1994 óta a székesfehérvári Budai úti református egyházközség kántora és a Muzika Bella kórus művészeti vezetője. Sokrétű, nagyívű munkái mellett azonban továbbra is a család a legfontosabb számára. Az út egy darabig nagyon párhuzamosan haladt. Ugye a zeneiskolában Székesfehérváron jártunk, mind a ketten Veszprémben tanultunk, mind a ketten eredetileg hegedű szakon, ugyanaz volt a tanárunk is. És utána ágaztak el az utak, hiszen én Győrbe mentem főiskolára, Adrián pedig Pestre, és mivel ugye ő egy sokirányúan tehetséges muzsikus, ezért már rögtön a főiskolai évek elején a hegedű szak mellé ő a szolfés zenelmélet szakot is fölvette, hiszen ő a karvezetést választotta a hangszer mellett egy második irányként, ami nekem később ugye a zenetudomány lett. Érdekes aztán, hogy ezek az utak újra összetalálkoztak Budapesten, amikor én a Zeneakadémiára jártam, ő akkor még ott főiskolás volt, és akkor ott találkoztunk újra egy hosszabb szünet után. Ugye elég sok év van köztünk, 5,5 év egész pontosan, tehát ugye mi nem jártunk együtt a középiskolába, és nem jártunk együtt a főiskolára sem, mindig kerültük egymást, viszont az utolsó fejezetében, az utolsó szakaszában a tanulmányainknak közös albérletbe laktunk Pesten, és tulajdonképpen ott találkoztunk újra. Szabó Adrián a Herman László Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, valamint a Győri Széchenyi István Egyetem művészeti karának oktatója. Az Ars Musica Zenebarátok Egyesületének elnöke, az Ars Musica Vegyes Kar művészeti vezetője és karnagya, s mint ilyen a zene az a közös terület, ami a testvéréhez hasonlóan a teljességet jelenti számára a mindennapokban is. Mind a kettőnknek az alapvetés az volt, hogy egy muzikális családból származunk. Édesanyám ugye hegedű tanár és szolfés tanár, tehát például az én életemnek ez a kettőssége, hogy hegedű és szolfés, ez édesanyám nyomdokain lett így, és hát édesapám is nagyon szereti a zenét, nagyon szép hangja van, ugye évtizedek óta énekel itt Fehérváron is a kórusokban is, és amúgy is nagyon érdekli a zene. Az egész családunk, a kiterjedtebb család is ilyen zene barát, úgyhogy valószínűleg ez is volt. Ugyanakkor nem volt nekem ennyire egyértelmű, mondjuk, hogy zene lesz, ez 14 évesen dőlt csak el, addig még sok minden más is lehetett volna, és hát mai napig kikacsingatok egy kicsit, most jelenleg is. Balázsról mit tudok elmondani? Hát ugye kicsit ő előttem haladt, 5,5 évvel idősebb ő nálam, és ugye ő hegedűs volt, én egészen a főiskoláig mindig az ő nyomdokáin haladtam az iskolákban, és aztán egy tudatos döntés volt, hogy akkor elkezdem a saját utamat járni a szolfés szakkal, és a hegedű ugyan maradt.
Szerintem Balázs nagyon jól ismeri a fehérvári közönség sokoldalúságát is ismerik. Akkor mondok olyan titkokat, amiket talán nem. Ő is ugye hegedű tanárként végzett, és valószínűleg nem mindenki tudja, hogy a mai napig naponta gyakorol hegedűt is, zongorát is gyakorol, zeneszerzéssel is foglalkozik, amit szintén talán nem mindenki tud róla, és emellett tájcsit gyakorol nagyon komolyan, azt is napi szinten, és nagyon érdekli például a fizika, amit valószínűleg megint egy újdonság az őt ismerőknek. A mértéktartó és mégis izgalmas és tartalmas diskurzusban közelebb kerülhettünk a testvérpár életéhez. A zsúfolásig megtelt könyvtár vendégei megismerhettek két csupa nagybetűs embert, akiknek története bizonyosan megerősíti hitüket a szeretet és a közös alkotó munka erejében, hiszen Kodály óta tudjuk, a zene mindenkié. Folytatódott Kópiás Gabriella virágkoncert sorozata a Szent István Művelődési Házban ezúttal is szép számú zenebarát követte figyelemmel a különleges tavaszi zenei összeállítást. Most, amikor minden virág nyílik, orgonától a kis gólya hírik, mikor vége van a fagyos télnek, amikor a fecskék visszatérnek. Most, amikor éled a természet, valahára boldog leszek véled, megölelném az egész világot, s néked adnám mind-mind a virágot. Negyedik alkalommal invitálta meg virágkoncertjére Kópiás Gabriella a székesfehérváriakat. A Szent István Művelődési Házba látogató művészetbarátok ezúttal sem csalódhattak. A kiváló ének- és fuvolaművész Elter Tamás értő konferálásával, Tóka Szabolcs zongoraművész kíséretében és a Fejér megyei Szent György Kórház kórusa közreműködésével varázslatos estével ajándékozta meg a nagy érdeműt. Egy kiállítás megtörténhet, illetve egy koncert, akkor nem csak zenék hangoznak el, vagy nem csak képeket nézünk, hanem bizonyos gondolatoknak is teret adunk, hiszen szükségünk van arra, egyrészt az itt és mostban élünk, de másrészt azt gondolom, hogy egy kicsit az örökké valósággal is összhangba kell hozni az életünket, és néha szükségünk van ilyen ünnepnapokra, hogy egy kicsit leüljünk, ünneplőbe öltöztessük a lelkünket, és rácsodáljunk a természetre. A csupa nagybetűs esten kart karba öltve járt a fuvola és a népszerű dallamok, kiegészítve a kórus muzsika gyöngyszemeivel, megerősítést nyújtva a klasszikus muzsika rajongóinak, hogy május a zene és a fény hónapja, és a művészek inspirációinak örök forrása. Thank you.
Május van, várjuk a napsütést. Most egy könnyedebb műsorral készültünk, operetáriákkal, sanzonokkal, és szeretnénk ünnepelni a napsütést, a virágokat és az életkedvet. Orgonától a kis gólya híré, mikor vége van a fagyos télben, amikor a fecskék visszatérnek, most, amikor éled a természet, valahára boldog leszek véled, megölelném az egész világot, s néked adnám mind a virágot. Kópiás Gabriella és zenésztársai ismét bizonyságot adtak arról, hogy az élő hangversenyek közösséget építenek, erősítik a lelki egészséget és megkönnyítik mindennapjainkat. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.